Július 16-án Night Ride-ra várják a környékbeli bringásokat, amely túra tervezett útvonal az Eszterházi térről egy városi kör után a várba vezet majd. Erről beszélgetünk a folytatásban, vendégünk Farkas Tamás szervező és Dobó Zsófia az önkormányzat ökomenedzsere. A kerékpáros felvonulás ezúttal nem kap hatósági biztosítást, azonban a gyülekezőnél a rendőrség munkatársai átvizsgálják a kerékpárokat, sőt hasznos tanácsokat adnak a felszereléssel kapcsolatban. Itt a műsorunkban pedig a biciklivel való közlekedéssel kapcsolatban kaphatunk tanácsokat, méghozzá Soltész Bálint rendőrőrnagytól, aki éppen megérkezett a stúdióba, nem is akárhogyan, két keréken. Hát, jó estét! Hopp, igen, sikerült, megvagyunk, és köszöntünk a stúdióban, bár itt örülünk, hogy itt vagytok. Szóval jó estét! Örülünk, hogy itt vagytok. A jókedv garantált, mert megnéztük már az összes kelléket, mi mindent kipróbáltunk. Na, akkor Zsófihoz vagy Tamáshoz fordulok először. Miért hívtátok életre ezt a Night Ride-ot? Ez tulajdonképpen nem is Egerből jött ez az egész ötlet. Budapesten kezdték el Magyarországon ezt csinálni, de ott egy nagyon egyszerű, lecsupaszított verziója van ennek a rendezvénynek. Ők egyszerűen összegyűlnek és karikáznak a városba Pesten. Ők megcsinálják sokkal gyakrabban, mint mi, mert hát több a bringás és több lehetőség van nekik így összejönni. Aztán megjött ez az ötlet, hogy mi tegyünk mellé kis pluszt is, és ezáltal egy ilyen Kultúrbringa Kommandó nevű utónével illetett történet jött létre. Tehát a lényeg az, hogy olyan dolgokat mutatunk meg, olyan helyet mutatunk meg az embereknek a városban, melyeket nem feltétlenül látnak, vagy nincsen szem előtt, vagy elmennek mellette, de nem veszik észre, és ezekre próbáljuk felhívni a figyelmet, és túránkat erre fogjuk felhúzni, ilyen helyszínekre fogjuk felhúzni majd. Említenél esetleg néhány helyszínt, hogy hová látogathatnak el a gyülekezők? A mostani alkalom ugye ez holnap lesz, pénteken, és az Eszterházi térről fogunk indulni, ahol Levent említette, hogy a rendőrség fog nekünk segíteni abban, hogy hogyan is tudjuk szabályosan felszerelni a kerékpárt, illetve ezzel kapcsolatos közlekedési tanácsokat fognak nekünk majd adni. Innen fogunk egy nagyobb körrel, egy nagyobb kanyarral az Érsekkertbe megérkezni, ahol Ferenczi Tamás a világosítási versenyek EGRI atya és most már regionális intézője fog majd beszélgetni arról, hogy hogyan is épült át a mostani verzióra az Érsekkert. Tehát olyan dolgokról beszélgetünk, amiről nem feltétlen hallanak az emberek első körben, hiszen mindenki tudja, mi az Érsekkert, az egész város oda jár. Csak az, hogy miért néz ki úgy, ahogy most kinéz, azt meg nem tudja senki. Úgyhogy róla vagy tőle fogunk egy kis tájékoztatót kapni. Innen megyünk tovább a következő helyszínre, a Rókus kápolnába, a Szent Rókus kápolnába, ami megint egy kicsit eldugott hely, de most nagyon szépen rendbe tették, nagyon szépen megcsinálták a környezetét, erre fogunk majd mesélni egy picit a látogatóknak. Majd a Vitkovics házban fogadnak minket, az ingyenes egyébként bárki számára megtekinthető kiállításon, de mi egy kis háttérinformációt is fogunk kapni majd ott a kollégáktól. Majd pedig a várba látogatunk célként, ahol a jelen zajló, most zajló felújítási munkákkal kapcsolatban, beruházásokkal kapcsolatban kapunk némi információt, hogy mi az, amit elkészítettek, milyen módon, hogyan sikerült összehozni, egy kis háttér, olyan dolog, amit esetleg nem feltétlen hallunk. És ugye egy kampány, kicsi, bocsánat. Ugye egy kampány is kapcsolódik magához a rendezvényhez, mi is ez tulajdonképpen? Ugye körülbelül két hete ültünk itt pont Tamással, és elkezdtünk ötletelni ezzel a tekercs kampánnyal kapcsolatban. Ez a tekercs kampány egyébként a Hungary projekthez kapcsolódik, amiben ugye Eger is részt vesz. Ezt a Budapesti Hermann Otto intézet hirdette meg, ez egy országos kampány. És elkezdtünk ötletelni azon, hogy ezt a tekercs kampányt Egerbe hogyan tudnánk népszerűsíteni itt a kerékpározók körében, de ugye nem csak a lakosok, hanem minden turista részére is szeretnénk ezt népszerűsíteni. És akkor az ő részéről felmerült, hogy régen volt már Egerben ilyen esti biciklizés, és akkor én pedig kitaláltam, hogy akkor kapcsolódjunk ehhez az esti biciklizéshez, és akkor egy ilyen házi versenyt hirdetünk meg ezen a Tekerj országos kampányon belül, Tekerj Eger címmel. Tekerj Eger. Akkor egy kicsit most beszéljünk arról, hogy nyilván ellenőrzitek a biciklistákat, mielőtt elindulnak, illetve a kerékpározókat.
mik azok a kötelező felszerelések most, és ezt nyilván hangsúlyozzuk, amik kötelező elemek a kerékpáron, vagy a kerékpároson? Így van, nagyon jó így a kérdés, köszönöm. Viszont az elén egy picit pontosítanám, egy ilyen rendezvényen kifejezetten nem ellenőrizzük a kerékpárosokat, igen, hanem azért... Nyilván nem fogjátok hogy... azt mondani, hogy nem mehetnek. Így van, tehát senki ne arra számítson, hogyha Prizma nélkül jön oda mondjuk akkor egy bírsággal megy haza, tehát szó nincsen erre. Pedig milyen vidám lenne, nem? Ez a bónusz éremény, nem? Nyilván egy újabb Prizmával fog hazamenni, tehát azért lesznek ott munkatárs, női munkatársaim, hogy akinek hiányzik valamilyen kötelező felszerelés, akkor a lehetőségeikhez mérten őt ellássák a hiányzó lámpával, vagy említett Prizmával. De ugye visszatérve ugye a kérdés, ugye a kötelező felszereléseket, hát nyilvánvaló ugye a két önműködő, egymástól függetlenül működő első, illetve hátsó kerékre ható fék, berendezés ugye a előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa, ugye hátra pirosat, fényt vagy villogó fényt adó lámpa, ugye oldalt legalább az egyik keréken egy prizma, illetve még ugye a csengő, ami mindenképpen kötelező tartozik. Viszont szerintem, hogy mindenképpen beszélünk az ajánlottokról is, de azt inkább egy aktívabb kerékpáros szerintem jobban elmondja majd. Még a kerékpáros... Hazabeszél, vagy azért igen, én is annak érzem magam valamennyi, azért rendszeresen kerékpározok, de hát azért vannak, ami kötelező túl az ajánlottakat mindenképpen hát ajánljuk. Nyilvánvalóan azért... És a kerékpároson? Mert igen, ugye egy keresztváltozás kapcsán... A lámpát már elhelyezheti a ruházatán is, tehát nem feltétlenül a kerékpáron kell lennie mondjuk a hátsó villogónak, hanem mondjuk, amit egyébként is hord, nagyon reméljük a sisakot, arra felszereli a hátra a piros fénytadó lámpáját. Magasabban is van, jobban is látják, tehát az is teljesen szabály, és tehát ugye a láthatóságot biztosító sárga mellénként sárga hívott, mellénk. Vagy karkötő, vagy ki hogy használja, de ez tehát a láthatóságot biztosító ruházatot mindenképpen ugye szürkület után, illetve lakott területen kívül szintén köteles oldani a kerékpárról. Azért kérdeztem, mert valamikor 40 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt volt még ilyen kötelező tartozék, hogy dinamó, meg nem tudom, hogy mennyit változott a világ ugye azóta, hogy most már ezeket ki lehet váltani. Ezeket ki lehet váltani a modern technológiákkal, ugye most már ott tartunk, hogy ugye ledes világítások vannak, ezek egész picikék, és olyan nagy számban kerülnek értékesítésre, már mindenféle áruházba lehet ezeket kapni. Van, amiket már gyakorlatilag ajándékba adnak, például ez a típus, most ebben éppen lemerült az de ugye hátul piros, elő pedig fehér, ez egy ilyen szilikonpánttal a kormányra gyakorlatilag rá lehet így pattintani, és akkor tök egyszerűen felhelyezhető. Most van ebből másfajta, és van ebből komolyabb fajta például, amit felszerelünk egy ugyanilyen kengyellel a kormányra, aztán külön ezt lehet használni elemlámpaként. Van olyan, amit fixen telepítünk, ugye ott a kerékpáron látszik, fixen felszerelt lámpák is vannak. Amit a Bálint említett például, egy ilyen hátsó világítási ötlet, ami például hátizsákra, kis karabinerrel felakasztható, egész erősen villogó szerkezet, és ez nagyon-nagyon erős fényt ad, hiába nem vörös, mint amit ugye hátulra kellene, hogy használjunk, de ez nagyon-nagyon erős fényt ad hátrafelé, és ezáltal elég jól láthatóvá teszi a kerékpárost. Aztán vannak még itten érdekes dolgok. Igen, első segélycsomagot is azt a picit, igen. Van itt egy első segélycsomag, ami kifejezetten kerékpárosnak, motorosoknak szól, hiszen ezt övre fel lehet csatolni. Ugye most benne van minden. Igen, és benne van minden, ami szükséges egy olyan szituációra, hogyha valaki elesik, lehúzza a bőrét, egy picit megsérül, vagy felrepül, nyilván a ilyesmi, szokásos akkor, kötelező. Így van, azok így benne vannak. Én kiemelném egyébként azt a fontos dolgot, hogy nem sokan szokták ezt viselni kerékpározáskor, de én úgy gondolom, hogy használjon szemüveget. Mindenképpen bármilyen normál UV-s szemüveg is megfelelő, a dolog lényege az, hogy nem a nap ellen védekezünk, hanem a szembe jövő bogarak, faágak ellen, hiszen rengetegszer találkozunk olyan szituációval, hogy az illetőnek belecsap a szemébe valamilyen idegen tárgy, és akkor már mindjárt nem érzi úgy magát, és már jön a baleset. Ennek ugye... Ne haragudj, hogy félbeszakítalak, mert muszáj még két kérdést azért érintenünk. Igen. Az egyik az Zsófihoz szólna, a másik még Bálint hozzád. Az első, hogy miért tartjátok fontosnak, hogy ezt a szemléletet meghonosítsátok, hogy minél többen kerékpározzanak? Nyilván sejtem a választ. Ugye ez ahhoz a projekthez kapcsolódik, amit én itt képviselek. Ugye a fő cél ennek a Hungary projektnek a levegőtisztaság védelme, illetve annak javítása is. Egerben az egyik fő levegőszennyező szektor az a közlekedés. Eger is kezdik kinőni magát,
Tavaly is 4000 darab autóval nőtt Egerváros autóállománya, tehát hihetetlen számban növekszik a forgalom, és ezt valamilyen módon csökkenteni kellene. Erre pedig az egyik legjobb megoldás szerintem, hogyha valamilyen alternatív közlekedési módot választunk. Ez nem kifejezetten csak a kerékpárokra vonatkozik, nyilván én azt támogatom itt leginkább, hiszen lesz majd közösségi kerékpáros rendszerünk is, de meg kell említeni a gyaloglást, a tömegközlekedést, esetleg a rollerezést, ami még szóba jöhet ilyen szempontból. Csak ha nem muszáj, akkor ne közlekedjünk autóval. Én gyakorlatilag mindig kerékpárral közlekedek. Mi az, amit esetleg elkövethetnek a biciklisek, ugye a Kressz ellen? Hogy mi a leggyakrabban elkövetett szabálytalanságok? Igen, elég hosszú lenne a műsor, hogy ezt elkezdeni, és a leggyakrabban elkövetett általunk tapasztalt kerékpárosok hibái, ugye leginkább a elsőségi szabályok ugye figyelmen kívül hagyása, tehát egy kereszteződésben úgy megyünk át, ahogy kerékpárral, és ebből ugye baleset történik. Ami szintén nagyon jellemző, a gyalogátkelő helyen nem leszállunk és áttoljuk a kerékpárt. Ugye itt a közelben is ugye nagyon sok ez a hajtva, tilos, tolva, szabályos, igen, de jól mondtam, igen, feliratú táblákat nagyon sokan figyelmen kívül hagyják. Ugye nagyon sok helyen van, ahol a kerékpárút is átvezet és külön van jelölve, ott ugye nyilván ezt nem kell megtenniük, de ahol viszont vége van a kerékpárútnak, ott gyalogosan kell átmenni a kerékpárral. Illetve hát a láthatóságot biztosító eszközöknek a hiánya az nagyon rendszeres, tehát Tamás is mutatta ezeket a nagyon könnyen beszerezhető és nagyon könnyen felszerelhető lámpákat. Nagyon sűrűn találkozunk vele, adott esetben mi balesetet is szenved az a kerékpáros, aki nem látható egy ilyen fillédes eszköz beszerzése. Én azt hittem, hogy az ilyen orvosi toroknéző először, de aztán rájöttem. Is próbáltunk. Igen, az egy láthatósági karköt, egy ilyen patintós. Mindenképpen, és még egy, bocsánat, egy utolsó mondat, mert nagyon fontos megemlítenünk, hogy köztudomású, hogy a kerékpározásra alkalmas állapotban kell kerékpárra is ülni. Tehát vizet ígyunk kerékpározás előtt, erre akartunk célozni. Kerékpárra, sörözni se kerékpárra feltétlenül. Így van, nagyon fontos. Vagy borozni inkább, bocsánat, hogyha legerben vagyunk. Szóval akkor július 16-a este hány órától? 18 óra 30-tól már ott leszünk az érsek. 18 óra. Az Eszterházi téren. Így van. Gyülekező, és mindenkit vártok szeretettel. Bátran mehetnek, mert most a rendőrök nem bírsággal fognak jutalmazni senkit, hanem segíteni fognak bennünket abban, hogy hogyan is kell helyesen közlekedni. Nagyon szépen köszönjük, sok sikert nektek. És reméljük minél azt többen. A zuhanysapkát, ami egyébként nem az, azt majd én elkérem, mert az nekem nagyon tetszik. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.